Rengeteg apróság özöllött el a Fehérvári úti rendelőintézet földszinti auláját. Minden kisgyermek szüleivel együtt az anyateljes világnap újbudai ünnepségére érkezett. A rendelőt működtető Gyógyír 11 Kft. Védőnői szolgálata azért rendezi meg minden évben az ünnepnapot, hogy felhívja a figyelmet az anyatej és ezzel együtt a szoptatás fontosságára. Az anyatej nélkül felnővő kisgyermekeknek ugyanis csökken az ellenálló képességük, fogékonyabbak a betegségekre, és esetükben a táplálékallergia kialakulása is gyakoribb. Az anyatejes táplálás elősegíti a gyerekek idegrendszeri fejlődését, javul mozgáskoordinációjuk, csontozatuk és érzékelésük. Az anyukáknak tehát 6 hónapos korig mindenképpen szoptatniuk kellene babájukat, hogy azok a lehető legerősebbek és legegészségesebbek legyenek. De ez még nem minden. A szoptatásnak számos más előnye is van. Azon kívül, hogy nagyon fontos tápanyagokkal szolgál a baba fejlődéséhez, az emberi kapcsolatok, az anya-gyermek kapcsolat fejlődésére is nagyon nagy hatással van. Azon kívül, hogy ugye immunrendszert erősíti, rengeteg ellenanyag van benne. És hát a mai világban, amikor már mindenféle kemikáliákkal van szennyezve a környezetünk, tehát ennél egészségesebb táplálék nincs a babának. Gyakorlatilag, ha a mamának teje van, akkor 6 hónapos korig csak az anyatej javasol, tehát minél később kezdjük el a hozzátáplálást. De mi történik akkor, ha az anyukának nincs elég teje, vagy a baba nem akar, vagy éppen nem tud szopni? Nos, a védőnők még a nehéz esetekben is tudnak tanácsokat adni. A tejserkentésre és a baba tanítására is vannak hatásos módszerek. Ebben az időszakban a kismamák számára tehát különösen fontos segítőtársá válik a védőnő. Sokan azonban még ma sincsenek tisztában azzal, milyen esetekben vehetik igénybe a területi védőnő támogatását. Legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk, minden esetben. Terhesség alatt nyilván a terhesség, a szülésre való felkészítés a különböző időszakokban, hogy éppen aktuálisan, hogy milyen vizsgálatok, mik történnek, mi zajlik le a szervezetben, hogyan tud ezen túllépni, esetleg kellemetlenségei vannak. Szülés után pedig ugye a baba gondozása, táplálása, védőoltások, fejlődését nyomon követjük szűrővizsgálatokkal 6-7-es kori szinte bármikor hetente elérhető, utána is rendszeres kapcsolat van, tehát megy a védőnő, látogatja, anyuka bejön, nálam például telefonon is bármikor el tudnak érni, ha bármi gondjuk van. Az anyukák a területi védőnő személyéről már nőgyógyászuknál tájékozódhatnak, de a körzeti rendelőintézetekben, az interneten és a házi orvosnál is információt kaphatnak. A védőnő nem csak a szülésre való felkészülésben és a csecsemőgondozásban segíti a szülőt, de a védőoltásokat és az alapvető szűrővizsgálatokat is a védőnő intézi, melyek során fény derülhet a fejlődési rendellenességekre, beszéd és hallás problémákra. Ha pedig valaki elköltözik, új lakóhelyén is gyorsan megtalálhatja védőnőjét. Mondjuk éppen most költözik a kerületbe új helyre, interneten a Gyógyír honlapján megtalálja az utca szerint, hogy melyik védőnőhez tartozik. Ott van a címe, elérhetősége, tehát bármikor megkeresheti a rendelőt. Azon kívül ugye szoktuk mondani, hogy tőlünk is, ha elköltözik valaki, kérdezze meg a szomszédba, biztos van kismama, kisbaba, tehát meg tudják mondani, hogy hova tartozik. És hát mi is szoktunk jelezni, ha megmondja az anyuka, hova megy, akkor mi jelzünk az ottani védőnőnek, hogy kismama, kisbaba várható. Az anyuka tehát mindenben számíthat védőnőjére, sőt, a nővédelmi tevékenységük keretében a nők egész életük során segítséget kérhetnek védőnőjüktől, így akár a klimax és időskori problémák esetén is fordulhatnak hozzájuk.